Egyáltalán nem szoktam izgulni a videók felvétele előtt, mert már pár ezer, sok ezer videót felvettem életembe, de most egy picit izgulok. Mint a címből láthatjátok, elindul az első közös SMP-nk, azaz Minecraft SMP-nk, Minecraft Vanilla szerverünk. Ugye annól, amikor kivisszük a Minecraftot szervert, megcsináltuk, akkor az volt egyszerű, hogy közösen együtt haverokkal játszunk, Minecraftozzunk, tanuljunk még többet redstone-ból, építésből, mindenből is szórakozzunk egy jót, de az egy picike csapatnak volt. És mivel nagyon szeretitek ezt a sorozatot, és mi is nagyon szerettük, ezért úgy döntöttünk, hogy bővítjük a csapatot, Kinga, Dávid, Levi, Gyöngyi, stb. Egy nagyobb közönségnek, a videós haveroknak is elküldöm ezt a lehetőséget. Úgyhogy srácok, a Tutti SMP-nek a születésnapomon július 9-én van a megnyitója, amikor én és Levi először fellépünk a szerverre az első résszel. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy örültök ennek a sorozatnak, és nagyon remélem, hogy a többiek is csatlakoznak. A szerver lényege egyszerűen közösen Minecraftban szórakozni. Semmi más. Építünk, redstone-ozunk, eseményeket csinálunk, hülyéskedünk és minden, ami a Minecraftban lehetséges. Szóval itt vagyunk a Minecraftban, és mint látjátok, a Tutti SMP elkészült online, úgyhogy én most életembe először fogok fellépni. Itt veletek. A szerver elkészült, OP joga senkinek nincsen. A seed Tutti SMP, de még most rögtön az elején megmutatom, ti is tudtok velünk együtt játszani, és srácok! Üdvözöllek titeket, reméljük egy hosszas kaland kezdetén a Tutti SMP-nek az első évadában. Ha sikeres lesz a sorozat, azaz tetszik nektek, nekünk jönnek a többiek is, akkor valószínűleg több évadra fogjuk bontani, de hát ez mi nagyon itt vagyunk az elején. Még nincsenek fent a táblák, van természetesen a szervernek szabályzata, amit majd be kell tartani, nagyon egyszerű, nagyon alapszabályok. Pontosan minden lent lesz a leírásban. Az elsődleges szabály, hogy a spont, tehát itt, ahol most vagyunk, nem nagyon ütjük szét, mert ez közös terület. Úgyhogy kicsit vándorolunk, csak először megvárom Levit, hogy csatlakozzon hozzánk, hogy ne kelljen majd újra megkeresni. Nagyon izgatott vagyok, ez természetesen egy 24/7-ben online szerver, amit a Tutti Juice támogat, természetesen azért is a neve Tutti SMP, a szervert és mindent ugye mi fizetünk, vagyis ugye a Tutti Juice, azaz mi. Szóval, pöccintek is az első részre egy Tutti Juice, ha van nektek is, pöccintetek velünk. Itt van a menő nyári szettjében. Most ebbe a 33 fokba tökéletes ez a szett. Na, Levi. Yeah. Üdvözöllek téged a csodálatos Tutti SMP. Tudod amúgy mit jelent az SMP? Mert majd biztos meg fogják kérdezni, te tudod? Single multiplayer. Hát Survivor multiplayer, mert... Igen. Szóval ez egy sima túlélő multiplayer szerver. Gyere egy kicsit, menjünk el, hogy az alapszabály az, hogy a spawn majd egy közösségi terület lesz, úgyhogy ne itt kezdjünk el getting woodolni. Szerintem menjünk arra. És keressük itt az első részben az első helyet, ahol le fogunk telepedni, ahol lakni fogunk. Az ponttal egy kicsit távolabb, majd ez lesz a többiekhez is a kérés, de biztosan sokan ismerik már ezt. Attól függetlenül viszont a... Itt egy szamál. Havasz. Nem tetszek neki. Na jó, menjünk tovább. Erre. Aztán a Levi, látszom, hogy olyan helyet, ami tetszik. Na már Levi gyilkol. Nekem nagyon tetszik már egy hely. Már most? Itt azért még nagyon közel vagyunk, hallod? Még menjünk egy kicsit, gyere. Ja, hogy még menjünk? Ja, jó ötlet. Hát menjünk azért. Úgy én hegyekbe akarok élni. Aha. Annyi, hogy most már... Van mi? Már van mi? Ó, tényleg. Ott van darázs. Vigyázz, ne üsd meg, Levi. Ne üsd meg. Ne bánj. Fájni fog. Pacsi és izélét, hogy ne bánst. Ne bánj. Amúgy ő nem akar majd csatlakozni? Nem akarsz csatlakozni? Gergő kérdezi. Hát elég először meg kell tanítani Minecraftozni, de... Én nem tudnám. Azt mondja, hogy nem tudnám bántani a bárányt. Hát nem muszáj. Lehet vegán életmódot is folytatni, búzából élni. Oly, milyen izé van itt. Tudod, ez már 1.17-re játszottál már benne? Még soha. Na, hát akkor ez ilyen... Vagy tényleg alkalom. Király. Új ércek, meg minden. Király. Ez lesz a mi kis birodalmunk. Már elképzeltem, ahogy ilyen függő hidakat építünk át, meg ilyenek. Ezt most pöpeszre meg kell csinálni, sok más ember fog játszani, úgyhogy nekünk kell a legmenőbb bázisunknak lenni. Miénk lesz a havas királyság. Várj, van bent fa? Mert ha nincs, akkor én viszek innen. Van itt lent van fa. Mindegy, most már viszek innen. Meg pár bárányt szétpüfölök gyorsba. Gondolom a tetején fogunk építkezni, nem? Én az aljába akarok lent. Ja. De ahogy gondolod, nyugodtan, csak mondom, hogy szerintem olyan... Nem, én mondom, a tetejébe fogok. Te a tetejébe fogsz? Aha.
Én alulra egy kis házzal szeretnék indítani, a szokásosan. Aztán mondom, megcsinálni nagyon menőre, mint hogyha egy kis falu lenne, mint egy vár. És az a várfal ölelné körbe. Viszek neked is ágynak valót. Ó, Levinek már izé követ talált meg mindent. Best. A fiú. Aha, már nekem van egy. De akkor miért nem szólsz, ha már neked megvan? Tudom, elfelejtettem. Öcsém, én meg itt izé püfölöm az összes bárányt. Azt mondom, most fog rám sötétedni, azt még fám sincs. Te fiú. Te jó fiú, na getting wood. Mhm. Mi az, hogy csak éjszaka tudsz aludni? Hát már olyan sötét, hogy nem látok. De még pont nem. Ó, lesz egy fekete lovam. Sweet dreams. Levi alszik először a szerveren. Yeah boy. Szóval itt látszik az első data pack, ugye, hogy elég, ha egy ember alszik. Ezt majd beállíthatjuk, hogy kettőnek kelljen, de szerintem, vagy háromnak, vagy akármilyenek, de szerintem jó ez, mert felesleges mindenkit mizé alvásra bírni. Na ezt nézzétek. Hát szerintem ez valami font... Levi, innen fentről ez fantasztikusan néz ki ez a hely. Van kis csobogó, van kis minden. Én mondtam neked, hogy ide jöjjünk, mert szerintem ez eszméletlen. Mondom, elképzelem, hogy ilyen kis fa hidak mennek át egyik oldalról a másikra, meg minden. Á, nagyon király. Jó lesz. Én mondom, itt az aljában ilyen kis házikót, igazi kis... Olyan ez nem szűnt egy osztrák hegyi házikó. Én ide fogok építeni ilyen. Hova? Erre a hegyre. A hegyre rá? Jó. Az oldalára. Jó, én ide lentre, ide a kis tó mellé fogok építkezni. Na, megcsinálom én is akkor az ágyamat, ami nagyon fontos. De először szerzek én is kőcuccokat, mert ez így gyászos. Megcsinálok egy égetőt, mert az is gyászos. Csak így szépen ások bele a helybe, hogy ne csúnyítsam el. Gyászos itt minden. Gyászos! Vések magamnak ide egy ilyen kis kuli vicsillót. Tessék? Mit? Kuli vicsilló? Jó, meg vicsilló is egybe. Kuli vicsilló. Hát ez a fa mennyiség, ez nem lesz. Hallod, mi baja van az egeremnek, nagyon idegesít, így elcsúszik. De Levi, meghagyod a fának itt a izéjét, azt lebegőt? Fúj, de... Na. Igen, lebegő lett? Igen. Pedig kiütöttem az összes fadarabot. Kettőt is hagytál itt, azt itt lebeg. Nézem, mondom, ez miért nem kezd el? Ja. Na gyorsan itt elkezdem is kicsapni a fákat. Amúgy tényleg itt ilyen fából lenne jó. Ebből a szép dark oakból, mert ez ide a havashoz ez illik, úgyhogy ebből fogom megcsinálni a kis kezdőkunyhót, ami még ocsmány lesz, de eskü csinálom. Eskü. Mindig ezt mondom, tudom. De ez most nagyon szép lesz. Na Levi, erre vágytál, hogy csináljunk egy 1.17-es túlélőt. Igen. Milyen jó lesz. Viszont kockolni egész nap. Kiviszik a Minecraft-ottal is, az volt a baj, hogy ugye, ha nem voltak fenn a szerón, az úgy uncsi volt, de most nagyon sok ember meg lesz hívva. Úgyhogy reméljük, mindig lesz valaki, aki éppen játszik, mert az úgy a király. És itt még bárányok is laknak, akkor nem is kell majd őket behozni. Ugye a szélére ültetem vissza a fákat. De jó, na már eszi is a füvet. És akkor innen fog elfogyni. Álmodom, ez egy isteni fuvallat volt ez a hely. Ó, még kis barlang is van itt lefelé. Mit nézel, Levi? Valamit nagyon... Oda éppen elképzeled a házad? Igen, azt csinálom most. A monitorra rajzolja, tudod, filccel. Hogy milyen lesz? Én pedig megépítem a szokásos Gergő kezdőházat. Szokásos. Levin, elloptad az összes húsomat, amit kiégettem? Nem, oda betettem a chestbe. Jesus, hallod? Véhő kivettem. Hát, megállt a szívem. Mondom, olyan lassú leszek örökre. Amúgy ez is úgy lesz, mint a kivisszük a Minecraftot, hogy a te házad az első négy részben még csak a... A fejedben lesz meg? Lehet. Ja, hallod, nézd meg, az egy kis kulipintyó. Már egyből meg lett építő. Kis 3 perces feldobhatós, összerakhatós házikó. Nézzek, vigyá, rakok bele üveget, az figyelj, úgy lehet benne rakni. Szó szerint befolyik a lábához a víz. Tökéletes, van rajta ablak. Na, nézd meg.
testvér. Á. Legjobb ház ever. Én mindig ezzel kezdek. Hogyha nem ezzel kezdek, akkor tudjátok, hogy valami baj van. Gergő... Testvér. Megtanult építeni Gergő testvér. Az nem lehet. Jó. Na, be is viszem az ágyikómat. Középen lesz. Ajjajjajjaj, de... Ó, ő még várjál, tassza. Fődet is ki kell cserélni. Édni. Ó, nagyon király. Már csak majd homokot kéne valahonnan szereznem. Még azt maradék fát gyorsan kivágom. Ja, ott fogsz lakni abba a kis likba addig, amíg épül a ház, Levi? Nem, először megnézem, hogy hova építsem. Ja. Jó van. Tudom még eldönteni. Húha, adna szídet. De jó lenne, akkor... Ja, nem adott szídet. Jó van, azért nem lehet minden. Ki se kellett volna menni. Most ezt így körbeültetjük a szélét, hogy legyen mindig mit kivágni. Na meg lesz az első éjszakám itt, csak várjál, csinálok magamnak torcsot. Ó, még ilyen is van itt, hát ez fantasztikus. Figyelted, Levi, az új Colt, meg a mindent? Az új dizájnt? Aha, vagy... ilyen fura, igen. Mindegyik más lett. Mindegyik más lett. Na, azt alszik! Mondom, meg lesz az első éjszakám! Még nem. Én feküdtem le hamarabb, bocs. Na nézzek. Na be is rendezem a házikómat. Az egyik oldalon lesz a crafting table, a másik oldalon az értékes chest. Nem tudom még milyen értékeim vannak, vagy ugye csak normál chestet is. Normál double chestet. Majd ha lesz rá elég fám. Hú, hát ez így nagyon kis szoros. Ja, ez a szoros ház lesz. Égetőt a másik oldalra. Szén bele. Torcs kezembe. Á. Milyen házat építsek, Gergő? Hát én azt hon... Jaj. Én azt honnan tudjam, Levi? Azt úgy képzeld el a helyet, én úgy képzelem, hogy ez ilyen havas. Itt esik a hó, látod, hogy havasak a hegyek, ilyen sötét ók a fa is, meg minden. Szóval ilyen... Én ilyen... Olyat. Olyat csinálnék, ugye? Ó, az jó, rész. Például. Nézd csak. Csináltak nem sokára villámhárítót belőle. Raw copper. Azt az eget lehet villámhárító. Aha, nem hiszem mondjuk, hogy ide fog pont becsapni, de igen. Meg távcsövet is, ha majd tanálunk a metisztet. Na, én már szeretnék egy picike kis farmot csinálni, hogy a befoghassuk majd szépen a bálványokat. Ó, ez ilyen lebegő víz is van itt még. Hát itt minden van, ez a legjobb hely. Itt is szépen folyik le az alpesi víz. Már is imádom ezt a helyet. Haló, haló. Úha. Úha, ez jó kis mély barlang. Na, erre úgy sem meg, hogy ki is tudjunk jönni. Tépen körkörösen. Csak nem iron találtam már, és... A fiúnak ironja is van! Hallod ezt? Nek ironja is van. Vas iron. Vas iron, jó van, Gergő, vas iron. Nem szeretik meg az ihlet a fejembe. Hát Levi, mint aki... Mi mindig ezen gondolkozok. Ott is ezt csináltad az első tizenvalahány részben, úgyhogy végül is semmi új. Na hát, ez egy csodálatos bánya. Szépen lejöttem az aljára, de legalább talált a fiú Iront. Ez ilyen kis cuki bánya. Én már mindjárt családot alapítok a játékba, Levi meg így áll is néz így. Nézem, hogy most... És hol legyen? Én már csinálom az iron felszerelést magamnak, meg minden. Te már izé full diamond vagy? Mindjárt full diamondba vagyok. Még a izébe a cocktailingembe itt járkál. Szavasz. Pont kilátok, ahogy... Hát nekem valami, hogy figyelj már. Olyan, mint ami... Egy büfé! Mint ami büfé, ez tényleg olyan amúgy. Szeret egy dörtöt. Ja igen, a szervernek a fizető eszköze a gyémánt értelemszerűen. Most ástál egy lyukat a házam mellé, köszönöm. Na, meg a fű se növibe. Így jó lesz. Ne! Please! Ne, ez nagyon ocsvány. Tudok ugrálni az ágyamon. Yeah, ez az. Mit építsek? De vége az első résznek körülbelül. Na
Szóval... Én még mindig nem tudom, hogy mit építsek. Na, akkor segítsetek Levinek a comment sectionbe. Mert én már Iron karddal... Jézusom! Jaj. Egészségedre! Adjatok már nekem ötleteket! Tessék ötleteket írni a komment szekcióban, én már Iron karddal vagyok itt, Levi pedig még izével. Hát kis... de nézd meg, itt van a házam, nézd be! Tessék! Menj be! Jó! Ide szükséges kellék ott van. Az enyém sem... Annyi, hogy begyújtom a kemencét, begyúlok az ágy mellett, de nem baj. Várjál, tessék egy virág. Annyi, hogy az... a tiéd... Várjál, megoldjuk a virágot. Na így. Na így, azt adom neked, hogy ez így oké. És itt látom, hogy spórolok a helyen. Még az van biztos. Egy csomó, nézd meg még. Egy, kettő, három, még van egy hét blokk. Az én házamban nincs ekkora hely. Szóval a tiéd, hát ezt igen, való, és az enyém felszalak. Nézd, ezt úgy hív, ez a kutli. Szóval ez az én házam, a kutli. Ez a kutli. Nem olyan, mint egy kutli. Jó csúcsak vannak. Ugye? Szépen folyik a víz, itt a kutli. Na, úgyhogy adhatok Levinek ötleteket, de srácok, ennyi volt itt a szülinapi első Minecraft Tutti SMP adás. Hogyha tetszett nektek és szeretnétek folytatást, akkor mindenféleképpen veressetek egy like-ot, hanem nyugodtan egy dislike-ot. Aztán kiküldtem a többieknek a meghívót, úgyhogy reméljük mindannyian el fogják fogadni, majd megtudjátok a pontos listát hamarosan. Úgyhogy köszönjük szépen Levinek, hogy itt volt velünk, köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk holnap, meg minden egyes nap. A Tutti Juice legyen veletek. Na, sziasztok! Sziasztok!